olyan feladatokkal kellett megbirkóznunk ismeretlen körülmények között, amelyekkel korábban nem találkoztunk. Kárpáti Veronika az elmúlt egy évet az ápolók szemszögéből mutatta be a Tolna megyei Balassa János Kórház ápolók fájánál tartott ünnepségen. Ő arról beszélt, a járvány mekkora kihívás elé állította az egészségügyi dolgozókat. Ezek között említette az osztályok összevonását, az új feladatokat, a megrázó eseményeket. Papné Kozma Krisztina, a kórház ápolási igazgatója megköszönte a dolgozók kitartását és emlékeztetett, az Egészségügyi Világszervezet közgyűlése 2020-at az ápolók és szülésznők nemzetközi évének nyilvánította. Florence Nightingale, a modern betegápolás úttörője születésének 200. évfordulója tiszteletére. A Szekszárdi Kórházban minden évben megemlékeznek az ápolók nemzetközi napjáról, és elismeréseket adnak át a kiemelkedő munkát végzőknek. Ám tavaly nem tudták megtartani az ünnepséget, idén pedig csak szűk körben köszönték meg a szakdolgozók sokszor emberfeletti erőfeszítéseit. A tiszteletbeli ápoló Kincsesné Tilla Andrea lesz a központi betegvezető szolgálat vezetője, csoportvezetője. Őt fogadjuk tiszteletbeli ápolóvá. És az idei évben úgy gondoltuk a szervező csapattal együtt és én is, hogy nem adunk külön kitüntetéseket, hanem minden szervezeti egységünk kap egy elismerő oklevelet a Nightingale emlékév alkalmából. Szűcs Mária, az intézmény orvosigazgatója arról beszélt, hogy a koronavírus járvány miatt nagyobb együttműködésre volt szükség a dolgozók részéről, hiszen ahhoz, hogy kijelölt járványkórházként tudjanak funkcionálni, a vezetésnek különböző osztályokról kellett átvezényelnie a dolgozókat a covidos betegek mellé. Az ápolók kiestek a komfortzónájukból, új dolgokat kellett megtanulniuk. Ráadásul viselniük kellett a rendkívül kényelmetlen védőeszközöket is. Én azt gondolom, hogy a világjárvány nagyon sok mindenre megtanított bennünket, nagyon nagy kihívások elé állított, de megállták a helyüket a munkatársaink. A Tolna megyei Balassa János Kórháznak közel 1000 szakdolgozója van, közülük nagyjából 500-an a fekvőbetegellátásban dolgoznak.